Mint arról már korábban beszámoltunk, a Zsivadán Hungary Kft. Önkéntesei május közepén a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény nappali melegedőjében végeztek tisztasági meszelést. Ezúttal pedig Makó város önkormányzata megbízásából a Szakmacenter Kft. Végzi el az éjjeli menedékhely felújítását. Hétfőn már megkezdődtek a munkálatok, amelyről Matuszka István a kivitelező ügyvezetője számolt be televíziónak. Van tervezve, hogyha mindenki nagyon jó szorgalmasan végzi a feladatát, akkor 10 munkanap alatt elvégezzük a felújítást. Ez magába foglalja a festést, teljes helyiségnek a kifestése, radiátorok festése, csőszövezetékek festése, burkolatok javítása, illetve asztalosipari munkák, ajtóknak az illesztése, ablakoknak az illesztése, zárcsere, tehát gyakorlatilag úgy gondoljuk, hogy egy kicsit feszítő tempóval ez tartható. 4 festő, egy burkoló és egy asztalos dolgozik a 22 hátrányos helyzetű férfi elszállásolására alkalmas helyiségeken. Tótné Balázs Andrea intézményvezető elmondta, 13 telephelye van a szervezetnek, és 2 karbantartó végzi a munkákat, így minden segítséget örömmel fogadnak. Tisztasági meszelést ugye szoktunk végezni, sajnos az épület állagából adódóan ezt elég sűrűn kellene, viszont a radiátorok, a nyílászárók lefestése az már régen történt, hogy megújultak volna, és ez most nekünk nagyon nagy segítség lesz, anyagilag is, illetve az, hogy a Szakmacenter Kft. Munkatársai végzik, ugye nekünk erre kvázi kevés az emberünk. Az intézményvezető hozzátette, egy EFO pályázatnak köszönhetően önkéntes munkára kaptak felajánlást, és mivel több telephelyük is van, minden segítség jól jön.